Egy újabb tesztelés. Megint mikrofon. Pontosabban lehallgatókészülék. Láthatod, kémbolt. Én is meglepődtem, de amikor beírtam a Google-ba, hogy vízálló diktafon, akkor ezt dobta ki. Hümmögtem, nézegettem, végül úgy döntöttem, kipróbálom. Megvettem. Csak szólok, hogy ezt a szöveget már a kém mikrofonnal vettem fel. Ez is az egyik tervezett felhasználása. Mire kellhet még? Például esőben hangrögzítésre. Akkor ugye nincs külső mikrofon, illetve a teszttől függően szóba jöttek más felhasználások is. Tetszik, hogy egy monolit fekete cucc, nagyjából öngyújtó méretű. Nyakba is lehet akasztani, de van benne erős mágnes is, azaz bármikor rá tudom dobni valami vasra. Az áramfogyasztása alacsony, olyan 200 órát képes venni, ha beállítom, hogy csak zajra aktiválódjon. Nyilván az utóbbi tulajdonságok lehallgatásnál jönnek jól, az meg engem nem érint, legalábbis egyelőre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na. Újabb próba következik az eddigiek. Nem sikerültek, mert akkor kapcsoltam ki a mikrofont, amikor bekapcsoltam, és akkor kapcsoltam be, amikor ki. Na, tehát a szituáció a következő. Fejemben van a GoPro, és ezzel sétálgatok. A GoPro-nak a szíjába pedig bele van fűzve ez a kis mikrofon. Tehát most tulajdonképpen azt mérem, hogy ha egymás mellett vannak, akkor melyiknek milyen a hangja. Nagy valószínűséggel a GoPro fog nyerni. Ja persze, és nincs semmilyen külső mikrofon a GoPro-ban, hanem csak a saját beépített mikrofonja. Na most a következő. Eddig volt. Stop. 1, 2, 3. Változás történik. Kivettem a kis mikrofont a fejpánból, most egyszerűen csak nyakamban lóg. Tehát most így, hogy mászkálok, így valószínűleg dörzsülődni is fog az inkhez. De, hogyha kerékpározok, tehát például így előrehajolok, és így mozgok, akkor elméletileg nem dörzsölődik semmi, ez már csak lóg a nyakamban, a levegőben. Azt persze más kérdés, hogy össze-vissza mozog. Na, tehát kíváncsi, hogy ebből mi fog kisülni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valószínűleg a na, hát akkor ez most egy teszt, életben, tegnap csak a lakásban sétálgattam, nyilván ott más az akusztika, és megnézzük életben, kerékpározás közben, hogy viselkedik ez a két mikrofon egymáshoz képest. A setup az úgy néz ki, hogy... Nézd meg, kerékpár és van hajléktalannak. Mindegy, szóval a setup az úgy néz ki, hogy a fejemben van a sisak, a kamerás sisak, de nincs bedugva a külső mikrofon. Nyakamban pedig itt van ez a két mikrofon, és mind a kettő működik. Reméljük. Ezzel tulajdonképpen azt szimulálom, hogy esik az eső, emiatt a GoPro-t vízmentesre kellett lezárni. Ilyenkor nyilván nincs külső mikrofonja. És kérdés az, hogy mi a jobb, a GoPro beépített mikrofonja, vagy ez a nyakamban lógó izé-bizé. Egyébként nagyon vicces a dolog, mert nincs rajtam kesztyű, ugye a kötyük nyomkodása miatt nem lehet kesztyű, illetve a szövegelés miatt nincs rajtam maszk sem. Hát már legalább egy hónapja nem bringáztam így ilyen természetesen. Remélem a torkom azért kibírja. Decemberben nem bírta ki, tehát azért kellett ezt a nyomorult maszkot hordanom. A kéz ez viszont egy egészen furcsa dolog, mert ilyen hidegben kesztyű nélkül bringázok, akkor 15 percig fázik, utána megszokja és elmúlik, tehát teljesen normálisan lehet kerékpározgatni. Sőt, hát én valamikor elvesztem december 27-én a Nagyhumán, úgyhogy nem volt rajtam kesztyű, semmilyen. Szél meg elég erős volt, tehát csapkodta fel a vizet, aztán mégis ki lehetett bírni. Viszont körülbelül egy óra múlva a kéz megint elkezd fázni, és azon nem lehet csinálni, akkor vége a történetnek, az már nem melegszik vissza, tehát akkor már menekülik el meleg helyre. Na, hát...
mondjuk ezen a kém mikrofonon a kimek bekapcsolást azt igazán rakadták volna a normálisabb mód helyre is, meg normálisabb kapcsolóval. A kerékpáron borzalmasan szar. Előre csak egy kézzel tudok hozzá nyúlni, az meg nem az igazi. Jó kis küzdős ez a kijárat. Kanyar után pedig megpróbálom félkézzel kikapcsolni. Ennyi.